Sziasztok, Noé Viktor vagyok, és ez itt a Benéző. A mai helyszínünk az Infinity e-sport bár, ahol rengeteg gép van, ami nekünk ma nagyon fontos. Az is kiderül mindjárt, hogy miért. Emlékeztek? A múltkor foglalkoztunk a vakomtáblákkal, akkor Panni, a rendkívül csinos grafikus lány lerajzolt engem különböző pózokban. Azt nem mondanám, hogy hiú vagyok, de szeretnék egy rajongói oldalt, ahova kellenek képek. Jó képek. Legalábbis annál mindenképpen jobbak, mint amik most vannak. Ezért örültem meg nagyon, hogy újra bemutathatunk vakom termékeket, mert ezeket ki is kell próbálni. És akkor miért ne próbáljuk ki rajtam? De tényleg, miért ne? A mai vakom teszten 4 grafikus fog engem lerajzolni és photoshopolni. Panni, akire ugye mindenki emlékszik, András, aki a skifi stílusban utazik, Márk, aki még csak 20 éves, de már Sopronból jött, és Dani, aki bármit, de tényleg bármit megcsinál Photoshopon. Szóval, hölgyem és uraim, íme a feladat. Hoztam képeket, és az volna a kérdésem, hogy tudnátok-e belőlem mozisztárt csinálni, vagy úgy oda applikálni Kámba, hogy állok egy csomó díjjal, vagy Bora Borán, vagy a Seychelles-szigeten, az Olzenikrekkel, vagy a fiatalkori Sofia Lorennel. De szeretem Rembrandtot is, szóval az se baj, ha készül rólam egy szép skic, vagy egy részkarc, egy festmény. 2 órátok van, várnak titeket a gépek és a vakomtáblák, mi közben megnézzük egy kicsit közelebbről a termékeket. Hajrá! Attention! Szóval most beszéljünk egy kicsit a lényegről. A Vacuum Intuos új termékei tovább folytatják a vakuum hagyományait. Felhasználó barát, kellemes formatervű, jól használható eszközök ezek. Az S-es kisméretű tábla 20x16 cm-es, az MS pedig körülbelül 26x20 cm-es. Az idén 2 új színben is kapható, alig 8,8 mm vastag táblák felületének több mint 75%-a aktív felület, vagyis jó nagy hely van rajtuk a rajzolásra. A hozzátartozótól könnyű és praktikusan magában rejti a tartalékhegyeket is. Ráadásul a felület rendkívül finom nyomásérzékenységének köszönhetően teljesen természetesen reagál a felhasználó mozdulataira. A tartalék tollakból rugalmas és filchegyű is választható. A gyors gombok kismélyedése egyben természetes, kényelmes toltartóként is szolgál. Az új Intuos táblák nagy része Bluetooth-szal is kapcsolódik a számítógéphez, és természetesen Mac-kel és PC-vel is könnyen kapcsolódnak. Akár 3 jól használható grafikai szoftver közül is választhatunk hozzájuk. Eddig ez a legjobb. Mondjuk ezen nem vagyok rajta. Nem vagyok benne biztos, hogy értetted. Amúgy rá fogsz kerülni. Jó, nem vagyok benne biztos, hogy értetted a feladatot, de a kép minden esetben nagyon szép. Te leszel a legmenőbb, ez garantálom. De ez mi? Egy teknős béka akváriumának az alja? Egyébként az is lehetne. De rajta leszel, és nagyon menő szeretet az. Kérem, nincsenek benne madarak, b***us. Nem raktam bele madarat. Tájképeket szeretek rajzolni. Szeretem a fekete-fehéret is. Ilyen minimál vonalat. És úgy éreztem, hogy Viktornak kell egy komoly kép is a rajongói oldalára. Viktor egy megfáradt katona, aki fedezékbe vonul. Napnyugtában leheveredett a szikla tövébe. Beszélgettem Viktorral, és kiderült, hogy a kedvenc filmje, amin legutoljára elsírta magát, ez a Túl a barátságon, és mivel ő színész és szeretne hatalmas sztár lenni, gondoltam, vele készülhetne el a következő rész, amiben a másik nagy szerelmével, gyerekkori Sofia Lorennel együtt szerepelhetne. Ennek készítettem egy filmplakátot. Valamint elkészítettem a bemutató utáni első paparazzi fotót Viktorral. Egy plakátot próbáltam készíteni, egy meglévő film plakátja alapján. A háttérből ki is derülhet, hogy melyik a mű, amely ihlette a kész terméket végül is.
próbáltam belecsempészni egy kis poént, egy kis vicces mellékszálat. Szerintem Viktor személyiségét nem adja vissza egy egyszerű állókép, úgyhogy megpróbáltam egy picit megmozgatni. Nagyon szeretném ezt a táblát. Én is nagyon szeretném. Nem, általában nem használok vakumot. Nagyon sok rétű munkám van, és én ezen a ilyen hordozható számítógépen dolgozom jellemzően. Igen, használok vakumtáblát, majdnem napi szinten, mind melóban, mind szabadidőmben. Minden illusztrációs munkámhoz használok vakumot. Ez a tábla annyiban más a sajátomtól, hogy egy kicsit kisebb, viszont sokkal érzékenyebbnek, pontosabbnak találtam. Igen, van egy saját rajztáblám, amely ennek az érzékenységét nem közelíti meg, könnyebb és kényelmesebb már rajzolni. Nekem egy Intuos táblám van, egy egyel nagyobb, viszont sokszor két képernyővel használom, és így a hasznos felület az nagyon hasonló, mint itt most ezen. Mindig viszem magammal a vakumtábláimat, mert annyira megszoktam őket, hogy még azokhoz a munkákhoz is használom, amik nem rajzosak, mert már azt szoktam meg. Igen, nehéz volt megszokni. Ugye az a helyzet, hogy ide rajzolok, és ott történik, és ez egy ilyen nagyon, nagyon fura helyzet. Tehát én alapvetően papírra szoktam rajzolni, de így gépben nem jellemző, de azt hiszem egy ilyen negyed óra, 20 perc után azért ráállt a kezem erre is. Szeretem a vakomban, hogy nagyon intuitív, egyszerű volt vele elkezdeni. Nem kell hozzá elem, vagy bármiféle aksi. Nagyon-nagyon gyorsan sikerült így körbejárni azt, hogy miről is szól ez a tábla, meg miket tud. Bár szerintem én ilyen nagyon amatőr felhasználója vagyok ennek, és így nem fedeztem fel a teljes eszköztárat, de így elsőre is nagyon könnyű megérkezni ehhez a termékhez, ami azért egy ilyen szuper dolog. Meg szerintem nagyon praktikus, tök jó, hogy ilyen kis picike, meg jól néz ki. A hozzátartozótól könnyű, és praktikusan magában rejti a tartalékhegyeket is. Igazából csak akkor cserélem ki őket, hogyha elkopnak, ez nagyjából egy ilyen évente, két évente történik meg. Én jobban szeretem azt, ami könnyebben csúszik, de ami meg ilyen durvá felületű, az meg jobban visszaadja a papírnak ezt a surlódását. Úgyhogy mind a kettő jó. Készítettem egy saját skicet az utamon. Így néz ki végül a kész termékhez, kész dizájnhoz semmi köze nem lett, de abszolút inspirált az, hogy ide utazhattam és megmutathattam azt, hogy gondolkozom, hogyan csinálok képeket. Ez volt mára a benéző a vakumtáblákkal. Nézzétek meg a képeket, és szavazzatok a kedvencetekre Facebookon, vagy ide lent kommentben. Ugyanis a legjobb képet készítő megkapja ezt a Vakum Intuos táblát. Izgultak, hogy ki lesz az? Iratkozzatok fel a csatornánkra, és osszátok meg másokkal, hogy ők is benézhessék. Sziasztok!